A Vajdasági Magyar Szövetség olyan eredményeket tud maga mögött, amikre eddig nem volt példa a vajdasági magyar közösség történetében. Hangzott el Bácskos útfalván a VMS által szervezett lakossági fórumon. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági és tartományi képviselőjelöltjei Bajsán és Gunarason is ismertették a párt terveit. Az eseményen kiemelték, ahhoz, hogy a vajdasági településeken megvalósult fejlesztéseket folytatni tudják, fontos, hogy a magyarságnak erős érdekképviselete legyen úgy tartományi, mint köztársasági szinten. Ezért fontos a december 17-i választásokon való részvétel. Sikeres volt a temerini Varga Helén a műtétje. A kislány jelenleg egy genovai kórházban tartózkodik gyógykezelésen. A Facebook közösségi oldalon az édesanyja által közzétett bejegyzés szerint szerdán sikeres műtéten esett át. Több mint 4 órát tartott a beavatkozás, amelynek során a tumor legnagyobb részét eltávolították a sebészek. Helena még lábadozik, de reméljük hamarosan újra régi lesz. 3 dinárral lett olcsóbb az üzemanyag, a dízelára 197, míg a benziné 175 dinár. Az új árakat minden pénteken teszik közzé, és jövő pénteken 15 óráig érvényesek. Az életszínvonal megőrzése érdekében a szerb kormány december 31-ig korlátozza az árakat.